A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó hír annak, aki karrierváltáson gondolkodik, vagy pályakezdő, folyamatos a toborzás a Magyar Honvédségnél. Jó estét kívánok, ez a Köztér mai adása, amelyben tehát a toborzásról beszélgetünk Németh Andor alezredes úrral. Köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget. Kétféle lehetőség van, most szerződéses katonának is lehet jelentkezni, és önkéntesnek is. A határidő, illetve a bevonulás időpontja, ahogy néhány perccel ezelőtt mondta, szeptember 11-e, úgyhogy még 2-3 hetük van az érdeklődőknek arra, hogy jelentkezzenek. Először beszéljünk a szerződéses jogviszonyról, hiszen megemelt illetményről van szó, és gondolom, hogy ez érdekli a legjobban a kedves nézőket. Kik azok, akik jelentkezhetnek, és mire pontosan? Így igaz, köszöntöm a televízió nézőket. Igazából a katonai toborzás az egy folyamatos dolog, tehát mint ahogy eddig is volt, jövőben is lesz. Most annyi az újdonság, és azért jöttem ide a televízióba, hogy múlt hét pénteken a honvédelmi miniszter úr bejelentett egy új úgynevezett LINCS kampány kezdetét, ami arról szól, hogy a Magyar Honvédségnél már zajlik régóta egy haderőfejlesztési program, aminek keretében különböző technikai eszközök beszerzésére sor került, viszont ezek az eszközök maguktól nem mennek, tehát embert keresünk a vasra, így fogalmazott miniszter úr. És a következő ilyen ciklus kezdete a szeptember 11-e. Tehát most azokat a fiatalokat keressük, akik ezeknek a LINCS harcjárműveknek a kezelésére, vezetésére vállalkoznának. Ezek egyébként el kell, hogy mondjam, hogy a legmodernebb harceszközök, tehát a Magyar Honvédség legújabb beszerzései. Milyen jellegű gépekről van szó egyébként? Ezek páncélozott csapatszállító eszközök, tehát nem harckocsik, de önálló aktív páncélzattal rendelkezik, önálló fegyverzete van, tehát egy igen modern, digitálisan felszerelt harceszközről van szó, és mivel ezek most állnak rendszerbe, nyilván kell hozzá keresni személyzetet. Ezen eszközök Németországban kerülnek legyártásra elsősorban, de Zalaegerszegen épül, illetve megépült egy gyár, tehát magyar gyártmányú eszközök lesznek ezek, folyamatosan állnak hadrendbe, és az első kör a szeptember 11-én kezdi meg a felkészülését ezen eszközök kezelésére. Ami különleges ebben a programban, hogy azon kívül, hogy igazából ugyanazok a bemeneti feltételek vonatkoznak rá, mint bárkire, aki a Magyar Honvédség irányába képzeli el lévőjét, tehát egészségesnek kell lenni, fizikailag rendbe kell lenni, büntetlen előélet, minimum 18 éves életkor. Felső határ? A felső határ itt a LINCS kampánynál alapvetően a fiatalokat célozzák meg, tehát úgy durván 30 éves korig tudunk beszélgetni erről. És amit ezért pluszba kínál a honvédség, hogy ezen eszközökre valaki rádozza a fiatalságát, úgymond, az egy kiemelt illetmény. Tehát jelen pillanatban 737 ezer forint bruttó alapilletményről beszélünk, ami egy 25 év alatti fiatal esetében nettó 600 ezer forint körüli összeg. Tehát azt gondolom, hogy ez így egész jól hangzik. Nem beszélve arról, hogy mit fog csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki a honvédségbe képzeli el a jövőjét, az, hogy ilyen eszközökön dolgozhat, ilyen eszközökkel tud együttműködni, az már önmagában szerintem egy nagyon jó dolog, mert tényleg kor kihívásainak megfelelő modern eszközökről beszélünk. Tehát akkor semmiféle előképzettség nem szükséges a jelentkezéshez. Ugye civilből toborzunk, tehát igazából katonai végzettségre ezen eszközök kezeléséhez nincs szükség. A lövészkatonák esetében 8 általános iskolai alapvégzettség már elegendő. Nyilván vannak olyan beosztások, amihez középfokú végzettség szükséges, de alapvetően, amikor bevonulnak szeptember 11-én, megindul egy 8 hetes alapkiképzés, és azokat az alapkatonai képességeket ott fogják megszerezni. Tehát ugye nem egyből a harcjárműre jönnek, hanem egy 8 hetes kiképzésen át kell esni, ettől válik valaki civilből katonává. És akkor a honvédség teljes értékű tagjaival válnak 8 hét után ezek? Hát, igazából már az első nap szeptember 11-én, hogyha minden megfeleltet egészségügyileg, meg stb. Rendben vannak, aláírják a szerződésüket, amit első körben minimum 3 évre meg kell kötni. Ugye nyilván ennek van racionális oka, mert ilyen eszközöknek a kezelésére való felkészítés az egy hosszadalmas és nyilván pénzigényes folyamat. Tehát a honvédség azt gondolja, hogy ha belefetszel ennyi energiát egy emberbe, akkor az a 3 év az, ami alatt ez megtérül. És igazából azért biztos, hogy kell egy
egy idő, míg valaki ezt készségszinten elsajátítja. Tehát igazából, ha valaki aláírja ezt a 3 éves szerződését, akkor szeptember 11-én már a Magyar Honvédség tényleges állományú tagja, minden jogával és kötelezettségével. Milyen feladatokra kell számítaniuk a következő 3 évben a kiképzés után ezeknek a fiataloknak? Hát alapvetően ugye ez a század, illetve ez a Lynx zászló, ez most áll föl, tehát első etapban én azt gondolom, hogy a felkészítés, kiképzés lesz a fő hangsúly. Utána nyilvánvalóan ismerik a geopolitikai helyzetet, tehát ennek a zászlójának a feladata, bízom benne, hogy csak a felkészülés lesz, hiszen ezen eszközök, azért 218 ilyen eszköz kerül beszerzésre, egy komoly erőt képvisel, hogyha egy jó kiképzett személyi állomány vezeti, kezeli ezeket. Tehát én azt gondolom, felkészülés, hogy minél inkább készségszinten menjen az eszközöknek a kezelése. De nagy valószínűséggel itthon teljesítenek szolgálatot ezek a fiatalok. Természetesen, igen. Maga lokációt tekintve, ugye erről még nem beszéltünk, ez a Lynx zászló, ez a Magyar Honvédség Kinizsipál 30. Gyalogdandár részeként Hódmezővásárhelyen fog települni. Tehát ez nem titok. Ugye a harckocsik Tatán vannak, ezek a Lynxek pedig Hódmezővásárhelyen fognak elhelyezkedni. Akiknek szimpatikus a Magyar Honvédség, és gondolkodnak azon, hogy csatlakozzanak ehhez a csapathoz, milyen módon tehetik még meg, hogyha nem annyira fiatalok esetleg, vagy más típusú munkát szeretnének végezni? Ugye többféle lehetőség van, hogyha még maradunk egy pillanatra ennél a Lynx kampánynál, ugye itt fiatalokat célozzuk meg, és manapság ugye azt mondják, hogy a fiatalok az online térben szeretnek tevékenykedni, tehát az irányasereg.hu, a Magyar Honvédség karrier oldala elég sok információt tartalmaz erről a programról, és ezen keresztül is lehet jelentkezni. De mindenkinek bátran ajánlom a Magyar Honvédség toborzó irodáit, tehát itt Székesfehérváron a Mésző Géza utca 7 szám alatt található, ahol a toborzó kollégáim igazából bármilyen kérdést azonnal tudnak választ adni. Nyilván van ez a Lynx program durván 30 év alattiak számára, de ettől függetlenül a katonai toborzás nem áll meg, tehát a magasabb életkorra rendelkezőknek is szerződéses katonai szolgálat lehetőség adott Székesfehérváron is akár, vagy más helyőrségekben, ahol települ Magyar Honvédség. És ugye a tartalékos rendszer is egy opció azok számára, akik nem akarják feladni a civil munkájukat, illetve ott megtalálták számításukat, de részt szeretnének venni az ország védelmében. Ebben az esetben a területvédelmi tartalékos rendszerhez csatlakozva tudnak bizonyos képességeket megszerezni modulrendszerű kiképzések során, amivel igazából azt mondom, hogy többek lesznek még a civil életben is. És hogy teljes legyen a paletta, tényleg mindent elmondjak, szeptember 11-én indul egy önkéntes katonai szolgálatra való felkészítés, aminek az a plusz, amit tud adni a Magyar Honvédség, hogy azokat a fiatalokat keressük itt, akik felsőoktatásban képzelik el a jövőjüket, de valamilyen ok miatt nem kerültek be, és hogyha ezen önkéntes katonai szolgálatban részt vesznek, akkor felvételi többletpontokat kapnak 16-tól akár 64 pontig, ami az 500 pontos felvételi rendszerben szerintem egy egész nagy segítség. Tehát, hogyha itt üzenem azoknak, akik valamilyen sajnálatos módon nem kerültek be a felsőoktatásba, van még remény, mert ezt a szolgálatot szeptember 11-én megkezdve a következő felvételi ciklusban már nagyobb eséllyel indulhatnak. Mi a különbség egyébként a többletpontoktól eltekintve a tartalékos és az önkéntes katonai szolgálat között? Hát, hogyha gyorsnak akarsz, igazából majdnem semmi, tehát egy alapfelkészítésen vesznek részt mind a ketten. Annyi a különbség, hogy az önkéntes katonai szolgálat az igazából napi 8 órás tevékenység, míg a tartalékosok, mivel tudjuk, hogy civil munkájuk van, alapvetően próbálják úgy szervezni a kiképzés felkészítéseket, hogy hétvégi vagy pénteki napokra nem egy nagy blokkba, hogy a munkahelyet ne lehetetlenítsék el, míg az önkéntes katonai szolgálat az igazából egy fix napi, vagy hát hogy mondjam, heti 40 órás munka viszont jelent, és ez alatt kapják meg a felkészítés kiképzést. Személyes tapasztalatra lennék kíváncsi, miért érdemes a Magyar Honvédség kötelékébe tartozni, mit adhat egy katonának mindez? Mindenkinek nyilván mást és más, de hogyha úgy általánosságból beszélünk, én azt gondolom, hogy mindenképpen ad egyfajta magabiztosságot, és az, ha valaki elvégzi az általános kiképzést, és tagja egy ilyen csapatnak, ad egyfajta magabiztosságot, és mindenképpen ad olyan fajta képességet, amik a civil életben is hasznosíthatóak. És végül is, hogyha már erről beszélgettünk, én azt gondolom, hogy ha mindenki belegondol abba, hogy ha baj lenne, ne legyen, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal jobbak az esélye annak az embernek, aki tudja, hogy mit csinál, fel van készítve, mint aki nem. Tehát már önmagában, ha csak ezt nézem, is megéri a tartalékos rendszerhez csatlakozni.
a kiképzés mennyire a fizikai felkészítést jelenti, azt mondta, hogy magabiztosságot ad, nem tudom, hogy lelki értelemben mit adhat ez a kiképzés, meg hát nyilván rengeteg ismeretanyaghoz juthat az, aki részt vesz. Nyilván van egy fizikai része, tehát ugye a bemeneti feltételeknél is van egy fizikai, hogy mondjam, egy szint, amit el kell érni, de a kiképzés alatt ez fejlődik. Tehát én azt gondolom, hogy maga az egészséghez is hozzájárul az, hogyha valaki fizikailag aktív, de emellett egy csomó olyan jellegű felkészítést, képzést kap az ember, ami nem csak mentálisan, de minden területen megerősíti őt, magabiztossá teszi. És mivel egy csapat részeként tevékenykedik, ugye volt ez a Covid-járvány, nagyon szétszakadt a társadalom, mindenki egyénileg próbált megoldani a dolgait. Az, hogy egy közösséghez tartozik az ember, az megint egy új élmény, és az is tud fejleszteni sok emberen. Mindenkin. Én azt gondolom. Még egyszer akkor vegyük át a határidőket, és akkor azt a háromféle lehetőséget, hogy ki hova menjen, hogyha gondolkodik ezen. Hát Istenem, határidők terén nagyon egyszerű a képlet, mert szeptember 11, ugye a bevonulás ideje. Nyilván előtte egy héttel lezárulnak a jelentkezési határidők. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki gondolkodik ebben, még van pár napja, hete gondolkodni, de augusztusban mindenképpen lépjen, keresse meg. Itt a Linkspoyertnél nyilván azt látni kell, hogy egy zászlójnak van egy véges mérete, tehát nyilván nem tudunk bármennyi embert felvenni, aki jelentkezik, de bízom benne, hogy ez a magasabb illetmény megmozgatja az emberek fantáziáját. Úgyhogy azt gondolom, gondolják át, jelentkeznek még augusztusban, és akkor bízunk benne, hogy sikerül, mindenki megtalálja a számítását. És akkor a részletek sereg.hu? Irányasereg.hu, illetve a toborzók, itt Fejváron a Mésző Géza utca 7 szám alatt. A lezredes úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Én köszönöm. Kedves nézőink, munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, akkor tartsanak továbbra is a Fehérvár Televízióval. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.